Sziasztok papagájok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy túlélő részben. Immáron ez itt a 9. epizód. Itt vagyok a kikötőben, amit a legutolsó részben csináltunk, és még egy hajóra is volt időnk. Ennek nagyon-nagyon örültem. Hát íme ugye a világító torony, és akkor maga a kikötőnek a dokja. Így né. Na de akkor, shader off! Mégis mit fogunk a mai nap csinálni? Hát abban a dimenzióban fogunk dolgozni, amit én személy szerint annyira nem kedvelek, és ez nem más, mint a Nether. Emellett Netherite-ot is fogunk keresni. Addig el nem jövök, ameddig meg nem lesz a full Netherite set, és utána pedig építkezünk. Mégis mit fogunk ma építeni? Hát nem más, mint egy Nether hubot. Még mielőtt ezt megtennénk, azelőtt egy icike-picikét itt kell afkolnom az XP farmunknál, ugyanis volt nekünk egy Twitch streamünk, amikben nagyon sokat használtuk a csákányt, Blackstone-t, valamint Deep Slate-et gyűjtöttünk a mai projektünkhöz. Rögtön érkezik is a résznek a kérdése. Mit gondoltok a Netherite-ról? Szoktátok-e alkalmazni, használni vagy sem? Meglepődnétek! Néztem mostanában egy-két streamert, és valamilyen oknál fogva kettő olyan emberbe is belefutottam, külföldiek, akik azt mondták, hogy nem szeretnek Netherite-ot használni, mert szerintük túlságosan OP, vagy egészen egyszerűen csak nem érdekli őket annyira, mert nem fontos. Nem túlságosan sokat dob ugye magukon, az eszközökön, valamint a szetteken. Ti mit gondoltok erről? Én minden világomban nagyon gyorsan szeretek Netherite-ot szerezni. Szinte már hihetetlen, hogy a 9. résznél tartunk. Nagyon durva. Ti egyébként még csak a 6. láttátok, amikor ezt felveszem, ezért egyértelműen a résznek a kommentje is a 6. részből lesznek. És hogyha már a résznek a kommentjénél tartunk, akkor jöhet is rögtön az első 3 közül. Nos, Marthug azt írta nekünk, hogy eszméletlenül hangulatosra sikerült ez a videó is. Ismét nagyon átjött a flow-ja. Én az XP farmoknak ezt a V-alakú lemosós rendszerét nem is ismertem, de hasznosabbnak tűnik, mint az a design, amit én szoktam használni. Köszönöm a megnyugtató, kellemes időtöltést így a délutános műszak előtt. Nos, Marthug, ne viccelj, én köszönöm, hogy itt vagy, és én köszönöm, hogy írtál kommentet. Igazság szerint eszembe jutott, hogy szerintem téged még soha nem raktalak bele részekbe, pedig te itt vagy minden egyes videó alatt, megnézed minden videómat, ott vagy Twitch-en, támogatsz lelkileg, és ugye nyilván anyagilag is, és ez nagyon jól esik, és tényleg köszönöm szépen mindenkinek, akik kedves kommentet írnak, odajönnek esetleg Twitch-re, bitelnek, feliratkoznak, vagy bármilyen formában, akármilyen formában támogatják a munkásságomat. Köszönöm szépen, srácok! Egy csomó bambusz is kelleni fog nekem, ugyanis ma egy nagyon magas építményt fogunk felhúzni, úgyhogy kelleni fognak scaffoldingok, és akkor megvagyunk. Oké, na jó, talán ennyi már elég lesz. Talán nem fognak ott elégni a lávában. Viszont még mielőtt bármi mással tovább mennénk, szükségem lesz egy második csákányra, ugyanis nagyon-nagyon jó lenne, hogyha egy kicsikét tovább maradhatnék ott a Netherben, és nem kellene visszarohangálnom csak azért, hogy folyton feltöltsem azt az egy darab csákányomat, ami van, úgyhogy, ja, itt van egy másik, íme, és akkor ezt most megpróbáljuk enchantolni. Hát, ha kapunk rá valami normális enchantot, igazság szerint szilktácsot szeretnék majd rá, mert olyan csákányom még nincsen. Igaz, van már ugye szilktácsos falusink, de sose lehet tudni. Na most az Unbreaking 3 mellé mit kapunk? Gondoltam, hogy fortune-t fogunk kapni, hogy még véletlenül se tudjak rátenni. Disenchantolnom kell. Igen, jól látjátok, a talicskánknak a kerekét fogom használni pontosan. Egyébként mennyire érdekes, hogy amikor az ember akar rá fortune-t, akkor egészen biztosan nem kap. Kár, hogy nem lehet kiválasztani, hogy melyiket szeretnéd eltávolítani, hogy csak egyet távolíts el a sok közül. Na de akkor marad sajnos a költséges módszer, valamint ugye a szintbe kerülős módszer, ami még több szintbe kerül. Nézzük, oké, ezek nekem már nem kellenek, elvileg neki meg még nem adtam munkát. Jó, akkor mending van rá, efficiency van rá, és akkor még egy szilktárcsat is kérek szépen. Köszönöm. Valamint 2 darab unbreakinget. 1, 2, megvagyunk, köszönöm a szinteket is. És akkor először is rárakom mindenképpen az efficiency-t. Aztán összekraftolom a 2 darab unbreakinget. És akkor ez így mehet rá, rendben. Így akkor mehet rá a mending. És végül a Silk Touch, meg is vagyunk, és ezzel el is fogyott az összes szintünk, de nem baj, ugyanis a kvarcokból kapunk majd meg, hát nyilván ugye van egy XP farmunk, szóval annyira nem aggódom miatta. Én úgy gondolom, hogy lassan itt az ideje átmennünk
a sötét dimenzióba, a Netherbe, de előtte még gyorsan egy-két blokkot fogok magamhoz. A scaffoldingokat azokat egyelőre ide leteszem, még nem lesz rá szükség, most még mindenképpen netherite-ozunk, viszont ugye látjátok, hogy van itt egy csomó üveg, van itt egy csomó blackstone, és nagyon-nagyon sok, ugye cobbled deep slate. Na ezeket Twitch streamben szedtük, hagyok linkeket a leírásba, ott van a Twitch-em, be tudtok követni, valamint ott lesz a kettes csatorna is, ahol megnézhetitek azt a live-ot, ahol ezeket összeszedtük. Oké, akkor vegyük magunkhoz szépen a fire resistance-et, valamint kell nekem az íjam is, ugyanis hát igen, gáztok, azok biztosan lesznek. Oh, hello, csúnya sötét Nether, egyáltalán nem kedvellek. Annyi még, hogy ezt a kaput át kell alakítanunk. Úgyhogy kelleni fog majd még nekem obszidián, talán van annyim otthon. Ki kell majd szélesítenünk egyel, valamint meg kell majd magasítanunk ahhoz a dizájnhoz, amit kitaláltam. A hubunk az erről a szintről fog indulni, és úgy fog elmenni különböző irányokba. Ugye azok az utak, amiket majd streamekben, Twitch streamekben fogunk a különböző biomokba kiépíteni. Szóval azt majd ott fog megcsinálni. És hát akkor jöhet a vadászat. Azt hiszem, az Ancient Debris vadászat. Mégis melyik Nether biomon van a legtöbb Ancient Debris? Ja igen, és a kiejtéssel kapcsolatban sokan írták az előző Let's Play-at, hogy az Ancient Debris, nem srácok, az Ancient Debris, ezt így ejtik ki angolul, ezt gyorsan szerettem volna tisztázni még mielőtt mérges Pistike nekiáll nekem kommentelni. Szóval, hogy mégis hol van a legtöbb Ancient Debris? Hát a helyzet az, hogy erről vannak viták, mindenki mást gondol, legtöbben azt mondják, hogy a Nether Waste-ben van, ebben a sima Nether biomban, valaki azt mondja, hogy a Crimsonban, valaki azt, hogy a Warped Forest-ben. Engem igazság szerint nem érdekel, egy biztos, hogy ne a Bazalt Deltában keressétek. Ott nagyon-nagyon lassan haladtok csak a csákánnyal, valamint hát eleve azt hiszem, hogy ott kevésbé generálódik. Ilyen fura az egész, mindegy, a lényeg az, hogy itt sokkal gyorsabban tudtok haladni a Nether Waste-en. Na most először a szilktárcsos csákányomat fogom használni, ugyanis hogyha ez elkopik, akkor a nem szilktárcsossal ki tudom majd ütni ugye az érceket, amik adnak majd nekem tapasztalatpontot. Most mégis hányadik szintre kell lemenni, egészen biztosan kérdezitek. Nos, aki esetleg lemaradt volna erről az egész 1.16-os mizériáról, higgyétek el nekem, hogy van ilyen, előfordul, volt olyan nézőm, aki azt mondta, hogy ő nem szeretne 1.8 felé vagy 1.9 fölé váltani, mert egyszerűen neki az már nem érződik Minecraftnak, hanem olyan, mint hogyha egy modos játékkal játszana. Teljes mértékben megértem, úgyhogy ezt most azoknak az embereknek szól, akik esetleg még ennek ellenére is követik ezt a sorozatot. Egy valami biztos, hogy hát nem ide kell mennünk, ugyanis szerintem ez egy lávatenger. Már három helyen itt leástam, és mindenhol óriási nagy lávákat találok csak, úgyhogy fölmegyek, keresek egy újabb lyukat, de addig gyorsan elmondom. Szóval, az a helyzet, hogy kettő ilyen pocket, azaz kettő ilyen kis csomagocska generálódik egy-egy chunkon. Egy az 8 és 22 között, egy pedig 8 és 119 között próbál meg generálódni, viszont az néha nem tud, ugyanis hát a levegő blokkra vagy blokk mellé például ugye nem spawnol, nem generálódik. Esetleg, hogyha itt lemegyünk, akkor talán már eléggé közel leszünk. Oké, már itt vagyunk a 21-es szinten, nagyon jó. Nagyon király, menjünk. És akkor a 15-ös, na, most itt jön a nagy dilemma. Ugyanis ezt mindenki máshogyan szereti csinálni. Hogyan bányásszuk a netherite-ot? Na hát, az én kedvenc módszerem az ez. Egyszerűen egy efficiency 5-ös csákánnyal, amin van mending, ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb módszer. Viszont vannak más módszerek. Itt van például az, amit én egyáltalán nem szeretek, és ez nem más, mint az ágyas módszer. Na én most ehhez iszok be mindenképpen egy potiont. Nem szeretem ezt a módszert, még egyszer mondom. Ide teszek pár darab blokkot, így, és megpróbálom felbummolni, így,
Na, és így is lehet szépen sebződés nélkül igazából netherite-ot bányászni. Ez csinál egy nagyon nagy lyukat nekünk, tehát ez egy nagyon jó módszer, és eléggé olcsó, ugyanis tényleg csak gyapjuk el hozzá. De hogyha nem bánjátok, én ezt a hatalmas nagy pusztítást annyira nem kedvelem, úgyhogy... Hát én maradnék inkább ennél. Valamint itt van még nekünk, majdnem elfelejtettem, a TNT-s módszer. Hát ezt most ide lerakom, és reménykedek abban, hogy meg fogja majd gyújtani a tűz, ugyanis nem hoztam magammal Flint and Steel-t. Yes, ez az! És felrobbant, na! Nincsen Ancient Debris. Nem baj. Lényeg az, hogy meg tudtam nektek mutatni ezeket a módszereket. Viszont akkor, ismételten, visszatérek a saját kedvencemhez. Én ezt szeretem csinálni. Láva. Nem jó, láva. Így. Egészen biztosan feltűnik most nektek, hogy egy kicsikét világosabban, sokkal jobban láttok, mint az előbb. A helyzet az, hogy van egy nagyon jó kis resource pack, az a neve, hogy Nightly, szóval ezt megtaláljátok, beírjátok a Google-be, meg tudjátok lesni. Ez nagyon jó, én mint videós és streamer ezt sokszor használom a Netherben. Igazság szerint ez annyit tesz, hogy a Nethert, valamint a bányákat is kivilágítja. Alapvetően túlélőben nem szeretem, én használom a fáklyákat úgy, ahogy kell. A helyzet az, hogy videóban viszont egyszerűen nem látszik semmi. Tehát, hogy most vagy hozok fáklyát a Netherbe, és ugyanúgy nem láttok semmit, vagy pedig berakom ezt a resource packet, ami egy kicsit azért kivilágítja nekünk a Nethert. Szóval lessétek meg, hogyha esetleg zavar titeket, hogy milyen sötét ez a dimenzió. Mit látnak szemeim? Csak nem a világunknak az első Ancient Debris-ét. Ahogyan elnézem, ez egyetlen egy darab. Ugye ebben a chunkban valószínűleg van még egy ilyen pocket, még egy ilyen kis csomagocska, de azt most ugye nem találom, simán lehet, hogy a 119 környékén van, mint ugye már említettem. De akkor most szedjük ki. Ez az. Megvan. Gyorsan kidobok innen egy-két dolgot. Így, meg is van. Rejtett mélységek. Király. Yes. Még egy érdekesség az ősi törmelékről. Nagyon sokszor, ja azt olvastam, hogy ilyen kis lávatavak mellett generálódik, picike lávatavak mellett. Ez mennyire érdekes már, ez a készítőknek a részéről egy ilyen megszívtad, ugye kikacsintás. Annyi, hogy ugye nem tud felrobbanni, valamint nem tud felgyulladni, de ez rád a játékosra nem igazán igaz, úgyhogy csak óvatosan. Ezeket most kiszedem Silk Touch-sal, aztán, hogyha esetleg majd szükségem lesz az XP-re, hogy feljavítsam a csákányt, akkor majd kiütöm a másikkal. A Nether aranyat is elviszem természetesen, ugyanis ezt kiégetve megkapunk egy egész arany ingotot. Egy egész aranyrudat, ami tök jó. Hogyha így kiütném, akkor nem kapnék annyit sajnos. És a harmadik, na. Miért csak egyesével? Ez már a harmadik, amit találunk, de mindegyik egyesével jön csak. Nem már Minecraft, gyerünk! Jól van, hát akkor azt hiszem, hogy addig jöhet a résznek a második kommentje. Ezt Ibolya írta. Azt mondja, hogy szia Pörki, nemrég találtunk rád a 7 éves lányommal együtt, Ibolya Hóvirág. Nagyon szeretünk, és mind a ketten megtaláltuk, amiért már több mint egy éve játsszuk a Minecraftot. Én túlélőzni és építeni, a csöppön pedig kreatívkodni szeret. Reméljük, hogy sokáig láthatunk még, várjuk mindig a következő vidiket. Ibolya, ennek nagyon-nagyon örülök, üdvözöllek téged is, és a kislányodat is a csatornán. Annyira imádom, amikor összetudom hozni az embereket egy közös játékra, vagy egy közös kis építésre, családokat, barátokat. Ez tök jó, ez nagyon-nagyon jó, és örülök neki, hogy játszol a kislányoddal. Nagyon fontos az, hogy a szülők odafigyeljenek a gyerekekre, és jó ezt látni. Szóval köszönöm szépen a kommentet, eszméletlen király vagy, keep it up, tehát folytasd, nagyon-nagyon jó vagy. Na de én közben megtaláltam ám az első netherite ingotunkhoz szükséges negyedik Ancient Debris-t, valamint az ötödiket is. Úgyhogy most ezt gyorsan innen kimájnolom, és akkor utána megyünk tovább. Nem megyek még vissza azonnal. Gondolkodtam rajta, hogy ezt a csákányt megcsinálom netherite-osra egyből, hogy tovább bírja, de nem szeretném megtörni a résznek a flowját. Viszont azt most megmutatom nektek, hogy hogyan szoktam én tölteni a csákányomat pontosan a netherben. Tehát mindig egy szilktárcsos csákányt használok először, és mindig kiszedem az utamba kerülő kvarcokat. Utána leteszem őket. Tudom, igen, helyben is
kiüthetném, és akkor nem kettő csákánynak a durability-ét vinné, de így el tudom magammal transportálni, és bármikor ugye újra tudom tölteni. Ezt megfogom, átrakom az offhandembe, ezt szépen a kezembe veszem, a másikat, ami nem szilktácsos, és kiütöm. Íme. És akkor itt tessék, pikpok majdnem teljesen fel van töltve a csákányunk, anélkül, hogy vissza kellett volna mennem a másik világba, hogy ugye feltöltsem az XP farmunknál, és hogyha nagyon zavar titeket a rengeteg kvarc, akkor fogjátok és blokká átalakítjátok így, és így már is sokkal kevesebb helyet foglal. Oké, közben lecsekkoltam, még mindig a 15-ös szinten vagyunk. Nem akarok sem lejjebb, sem pedig feljebb menni, és tényleg ez a leginkább a legjobb hely arra, hogy találjunk én Söndömbrit. Hú, hát el se tudjátok képzelni, hogy mennyi idő telt el a kettő Ancient The Break között. Hú, hát legalább egy fél óra. Nem is tudom, hogy mi történt. Úgy érzem, hogy itt inkább hasznosabb lenne az, hogyha átváltanék timelapse módra, és úgy folytatnám tovább a jó kis keresgetést. Annyi, hogy amúgy az inventoriumot egy kicsikét elrendeztem, így látjátok, hogy nem szedek fel annyi netherrackot, csak annyit amennyi. Amennyivel kitöltöm a felesleges helyet, itt van a csomó kvarc blokk, valamint itt vannak még ugye a sima kvarcok, ezeket akár simán el is rakhatom így ide, és akkor a kvarcoknak is csinálhatok így helyet. Itt vannak még ugye a nether gold ornak a helyei, hát minden ilyesmi, de akkor, let's go! Na, ki tért haza? Na, náhogy én. Igen, itt vagyok 16 darab Ancient Debris-vel. Hát nem éppen a legeslegjobb, nem erre számítottam, kicsikét jobbra számítottam. Na de a helyzet az, hogy hogyan fogjuk elosztani. Na most az Ancient Debris-ről azt kell tudni, hogy ha berakjátok a Blast Furnace-be, akkor ezt kapjátok, ezt a scrapet. Ez szerintem tök jó amúgy, mert hogy igazából érdekes, hogy össze kell craftolni méghozzá arannyal. Így, ki az inventory-ba, majd be ide a crafting table-be. A crafting table-ön belül pedig így néz ki. Így kell összerakni a netherite ingotot, és ebből lett 4 darab. Na de hogy én ezt most hogyan tervezem elosztani? Mint látjátok, aranycipő van rajta, ezért úgy döntöttem, hogy ha már így alakult, akkor legyen az, hogy 3 darab felszerelésre, valamint 1 darab csákányra, igen, a majdnem eltöröttre fogom rátenni. Ezt természetesen fel fogjuk javítani, és ezt mégis hogyan tudjuk megtenni. Mármint hogy ugye az összerakást, nem pedig a feljavítást. A feljavítás az teljesen egyértelmű. Szépen csinálunk egy ilyen smithing table-t, azt pedig lerakjuk, hát nagyjából bárhova, mert jelenleg még sajnos nincsen kovácsunk, de lesz majd, azt is fogunk a faluba építeni. És akkor belerakjuk ide az ingotokat, és minden mást, amit csak össze akarunk netherite-ozni. Na, hát akkor így fog kinézni, ugye a 3 darab szettünk, gyorsan húzzuk is fel. Ó igen, rajtam van a nyári skin, amit eddig még nem láttatok, mert mindig rajtam volt a szett. Tehát, dobjuk akkor szépen fel őket, így, és akkor majdnem fullos a netherite szettünk. Én még visszamegyek a netherben mindenképpen keresgélni, de utána azonnal folytatjuk a nether hubunkkal, ami egy nagyon-nagyon izgalmas projekt lesz, és kíváncsi vagyok már, hogy mégis hogyan fog alakulni. Egyelőre ugye nincsen elitrám, ami azért problémás, mert itt sokkal nehezebben fogom a magas részeit elérni, valamint a gáztokkal is meg fog gyűlni a bajom, ebben egészen biztos vagyok, de hát próba szerencse. Hello! Hello, hello! Ismételten. Nos, hát itt vagyok, és hát kitaláljátok, hogy mi van nálam? Na, kitaláljátok, hogy mi van nálam? Bizony, teljesen full netherite set, valamint teljesen fullos netherite eszközök. Íme. Íme itt van.
És őszintén nagyon-nagyon vártam már ezt az alkalmat, és hát az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy nem sokáig élvezhetem azt, hogy így fest a karakterem, ugyanis hamarosan legyőzzük majd a sárkányt az elkövetkezendő néhány részben, és akkor nyilvánvalóan az Elytra lesz mindig a hátamon, de ameddig tört, addig azért kiélvezem. Na de azért még közel sem végeztünk, sőt, igazság szerint számomra most jön még csak a projektnek az apraja nagyja, ugyanis... hát igen. Ezeket a cuccokat át kell vinnünk a Netherbe, valamint ki kell takarítanunk magát ugye a Nethert. Emellett most jó, hogy eszembe jutott, kell nekem szürke festék. Szürke festék, világos szürke, úgyhogy azt hiszem, hogy tulipánt kell találnunk, vagy Lily of the Valley-t. Lehet, hogy a Lily of the Valley fehéret ad, arra most nem emlékszem pontosan, de hogyha találok, akkor úgyis kiderül. Megnézem a Daisy-t, hát ha az ad valamit, ez az, igen, pontosan erre van szükségem, a Daisy az tökéletes, akkor valószínűleg a Lily of the Valley az fehéret ad. Ó, itt van az egyik elkuborolt kecskénk! Ugye ott van a falu, itt a kecske, elkuborolt. Eredetileg 4-et vittem oda, aztán végül csak 3 van a kifutóban, mert az egyik az elkuborolt, de nem baj, csak maradjon csak ott nyugodtan. Ez az. Pontosan amire szükségem van, remek. Na akkor egy párat kiveszünk, így ezt ide lerakjuk, és akkor nézzük csak meg. Ez ugye ide belemegy, nagyon király, szuper. Ennyire nem lesz szükségem, hát nem tudom, hogy pontosan mennyi fog nekem kelleni, de szerintem egy 2x64 mindenképpen elég lesz. Na hát igen, a gáztok, na azokkal nagyon-nagyon sok gondom lesz, ebben biztos vagyok. Sokat gondolkodtam azon is, hogy megcserélem az epizódokat, és hát ez az... És hát először lesz mondjuk az a rész, amelyikben megszerzem az Elytrát, és utána fogjuk megcsinálni a Nether Hubot, de aztán úgy döntöttem, hogy nem árt egy kis kihívás. Amúgy is így izgalmasabb, meg érdekesebb, meg nem tudom, ki akarom használni még a játéknak az elejét, ameddig még nincsen Shulker Box Elytra. Igaz, hogy itt vannak azért egy picit ilyen irritáló dolgok, mint például az inventory-nak a menedzselése, de hát meg kell vele küzdeni. Na most az, amit semmiképpen nem akarok, hogy egy Gust kilője nekem a kaput, és ne legyen nálam Flint and Steel, úgyhogy azért még visszamegyek, de előtte ezt a platformot le akarom bontani, és utána a leges-legelső az az lesz, hogy itt szépen kijelölünk egy nagy korongot. Minek a nagy korong? Nos hát az lesz az alapja az egész építményünknek. Szeretek alapból ilyen korong alapú dolgokat csinálni, nehezek, de tök jó szórakozás. Hú, ez de félelmetes, ott fent leveg a Nether portálunk, jajjaj. Na, most akkor ki kellene számolnom, hogy mégis mennyi legyen az alap, valamint a portál között. Hát mondjuk egy érdekes fejszámolás lesz. Jó, oké, akkor még itt ezt egy picikét kitisztítom, akkor is, hogyha nem itt lesz az alap. Á, itt egy fantomblokk, várjátok csak. Buktassuk le, hol van ez? Valahol itt van, itt lesz. Szóval a lényeg az, hogy a korongunkat azt el tudjuk itt helyezni, úgyhogy én ennek most egy icike-picikét kitisztítom a terepet, nem túlságosan, ugyanis tényleg nem tudom, hogy mennyire magasan lesz az alapunk. Igazából maga a padlózat. Hát én már nem is keresek ilyesmit, viszont itt van, elmondom nektek, hogy az 50-es szinten. Wow, egy azért már elviszem. Pont 2 kellett amúgy a következőhöz, bár egyelőre nincsen olyan eszközöm, amire rakni szeretnék, hiszen mindenemen van. Talán még egy második fejszel jöhet, ami nem szirtácsos, nem tudom. Akkor most egy nagyon fontos dolog következik. Ki kell szélesítenem ezt a portált? Bizony, úgyhogy ezt egy gyorsan ki kell minolnom, valamint hoztam még magammal extrákat, hogy ezt biztosan meg tudjam csinálni. Így mi? A lényeg az lesz, hogy természetesen ne páros, hanem páratlan legyen maga a portál. Tehát 1, 2, 3 darab legyen, ugye a közepe, és akkor így szépen felépítünk. Így né, most jelenleg így néz ki. Ugye ez alatt kell leszámolnunk 10-et, és ott lesz a padló. A sarkaiba is raktam most obszidiánt, egyáltalán nem kell vele spórolnom, mert már nem a játéknak a legelején vagyunk, szóval erre már nem kell annyira odafigyelnem, viszont akkor most 10 darab blokkot kellene leépítenem a portál alá.
Ez itt azt fogja jelenteni, hogy egy picikét lebegni fog most nekünk a padlónk, de nem baj, majd csinálunk köré falat, szóval azzal nincsen probléma, meg amúgy is vannak még terveim a díszítésre. Ma szerintem egy ilyen natur alapot fogunk megcsinálni, aztán majd onnantól szépen lassan díszítgetjük, ahogyan gyűlik az anyagunk. A helyzet az, hogy most nagyon pontosan kell számolnom, tehát le kell számolnom, hogy éppen melyik blokk, melyik irányba mennyit megy, szóval ez egy picit úgy érdekes lesz, de igazság szerint nincsen ezzel problémám, eléggé sokat gyakoroltam, talán az előző világunkból az endes hubot tudnám mondani, talán az volt olyan, hogy az end hub, ami eléggé nagy volt és ilyen kör alapja volt, azt tökre élveztem, szóval abszolút nem várok mást ettől a projekttől sem. Viszont az első oszlopot felhúzzuk majd erre az alapra, és akkor utána majd átveszi egy picikét a timelapse mód ezt a dolgot, hogy nektek már gyorsítva legyen a dolog. Oké, hogyha egy negyed kört meg tudok csinálni jól, akkor az azt jelenti, hogy az összes többi jó lesz. Legalábbis ez a dolog, ez így él a fejemben, reméljük, hogy ez gyakorlatban is így lesz. Ezeket a segédblokkokat, azokat eltávolítom, mert mindig meg szoktak zavarni a számolásban, és ez annyira nem jó. Innen már abszolút nincsen más hátra, csak szépen megcsinálni a maradék három negyed körünket, és akkor onnantól már teljesen el tudjuk kezdeni az oszlopokat is tervezni. Azok azért annyira fontosak, mert tök jó útmutatást adnak majd nekünk, ugye az alapnak, a továbbfejlesztésében, valamint az extra díszítésekben. Nyilvánvalóan ugye van már design ötletem, sőt alapvetően úgy kezdtem el tervezgetni, hogy akartam egy alapérzést, tehát akartam, hogy ez egy ilyen monumentálisabb építmény legyen, de ne legyen zárt. Azt akarom, hogy egy icike-picikét a saját verziónk legyen ez, mondjuk nem is tudom, egy bástyából, de úgy, hogy amúgy ne hasonlítson a struktúra, hanem így ilyen érdekes legyen. És azt szépen kilőttük. Oké, akkor eddig még szerencsére gáztokkal nem nagyon volt gondom, de hát, ja, viszont úgy néz ki, hogy akkor ez megvan. Hello! Azt hiszem, te egy ritkosságnak számítasz, ugye? Menjél szépen le innen, még mielőtt lecsaplak. Na, gyerünk! Viszont tudjátok mit? Szerintem eleget járt a csűröm. Menjünk, kapcsoljunk be egy epic zenét, és építsük meg szépen a legelső Nether Hubunkat ebben a világban. Let's go!
Hát hellóka ismételten! Itt vagytok az Epic Timelapse-ből végre, és körbejárhatjuk együtt ezt a csodás építményt. Srácok, szerintem nagyon-nagyon sötét a kép, úgyhogy le fogom majd venni a shader-t, de előtte mindenképpen szerettem volna megmutatni nektek, hogy mégis milyen a helynek az atmoszférája. Egyszerűen miközben építettem, imádtam néha-néha bekapcsolni a shader-t, és megnézni, hogy mégis hogyan fest az egész, mégis milyen lenne a hangulata, hogyha a Nether ugye ténylegesen annyira félelmetes és atmoszférikus lenne, mint amilyen ennek a készítők szánnák, szerintem ebben a shader nagyon sokat segít. Még mielőtt rákérdeznétek, a BSL shader-t használom, de menjünk is akkor tovább. Végül ez a timelapse-ből kimaradt, de visszajöttem és megcsináltam az alját ugye az építményünknek. Hát eredetileg az lett volna, hogy Twitch streammel fejeztük volna ezt be, de végül rájöttem, hogy nem, muszáj a videónak a végére lezárnom. Nagyon-nagyon szerettem volna nektek megmutatni, hogy akkor mégis hogyan fest. Viszont akkor, mi is a koncepciónk? Szerettem volna, hogyha egy ilyen hatalmas nagy emlékmű, egy ilyen Nether Monument lett volna az egész. Itt látjátok, vannak befejezetlen utak, ezeket meg fogjuk csinálni, viszont ezeket ténylegesen streamben. Szeretném, hogyha ezek az utak különböző biomokba, éghajlatokba vezetnének. Most itt nem látjuk, hogy melyik merre van, de én nagyjából tudom, tehát arra felé van a Crimson, arra felé van a Soul Sand, arra felé van a Basalt Delta, erre pedig a Warp Forest. Egyszerűen imádom ezt a tükröződést, imádom ezeket a fényeket, nem tudom, nagyon-nagyon tetszik, és ahhoz, hogy rendesen lássuk, hogy miből áll az építményünk, szerintem ki kell kapcsolnom sajnos. Yep, igen, shader valamint nightly resource pack nélkül sokkal inkább látható, hogy mégis ugye miből áll az építményünk. Na hát most az egyik legfontosabb dolog, mikor építettem, mielőtt megépítettem nyilván, az volt a paletta választásnál, hogy legyenek olyan színek, mint amik a bástyánál vannak, valamint mindenképpen azt akartam, hogy felrobbanthatatlan legyen, tehát hogy ne legyen gond az, hogy a gasztok itt vannak és lőnek erre folyton. És ez végül nagyon jól sikerült, ugyanis egyik blackstone sem robbantható fel, valamint ugye ez a cobbled deep slate sem. Ezt sem tudják felrobbantani. Egyetlen gyengesége van ennek az építménynek az üveg. Azt egy párszor egy-két helyen ki kellett javítanom, mert sajnos azt ki tudták ugye lőni a szellemek. De nem gond, végül is csináltam egy csomót, hogyha majd pótolni kell. Annyi, hogy nem akarok neki falakat. Szerintem ez így jó, egy kicsit a Stonehenge-re emlékeztet engem, és pontosan az volt az érzés, amit akartam egyszerűen kelteni. Azért ilyen ez az egész. Szóval igen, oldalról nem lett fedett, felülről viszont természetesen az. És hát itt van nekünk ugye a Twisting Vine, amin keresztül feljuthatunk a portához. Eleinte ezzel a kék színnel nem voltam megbékélve, ki akartam próbálni a pirosat is, még lehet, hogy meggondolom magam, és az lesz az a lelógó inda, amin fel lehet mászni. Nem döntöttem el, most egyelőre ez jobban tetszik, ad egy icike-picike kis színt ebbe a szürke, fekete, nagy-nagy dómba, viszont egyáltalán nem gondolkodtam igaz, hogy jelenleg így kicseréljem. Szóval ja, szerintetek melyik jobb, a piros vagy a kék? Nyugodtan írjátok meg, lehet, hogy meg tudtok győzni a pirosról, még nem tudom, viszont íme a díszes portálunk. Ugye legutóbb nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy 1.16-ban mennyire egy egyszerű, snasz kis Nether hubunk volt, és ténylegesen apró volt ehhez képest, tehát ez egy eléggé hatalmas építmény. Vonuljunk egy picit arrébb, meg akarom nektek mutatni a távolból, hogy mégis átérezzétek, hogy mekkora lett. Egyébként csak gyorsan, ameddig odaérek, a távolba addig elmondom, hogy ez nagyjából olyan 10 óra építés volt, szinte megállás nélkül, ugye nem beleszámolva a netherite-os gyűjtögetéseket, meg ilyesmiket. Hát most ennyire tudok távol menni? Íme, így fest. Ezek a kiugró tornyok egyébként mind-mind Nether Wartot termelnek, tehát ezek itt ilyen Nether Wart tartó kis bástyák, kis tornyok, hogy ezeket mindenképpen, ebből még lesz egy csomó itt körülöttünk, valamint ilyen kisebb hengeres monumenteket szeretnék még apróban így szétszórva. Így az utak, itt van, jó. Hellóka, igen, látlak. Próbálkozz csak, nem tudod felrobbantani az utunkat. Oké, meghalt.
Szóval ja, az utak mentén szeretnék majd még ilyen kisebb stationöket, amik ilyen henger alapúak lesznek, hasonlók mint ez, csak sokkal kisebbek. Ilyen kis pihenőket mondjuk egy-két hordóval, egy-két chesttel, hogy le tudjam rakni a dolgokat. Viszont remélem, hogy látszik rendesen a textúrázás, ugye a tégla, valamint a blackstone-nak így a váltakozása, helyenként azért szerettem volna egy picikét feldobni, hogy ne legyen annyira snasz. Na, hát srácok, úgy érzem, hogy a körbejárás alatt erről az építményről már nem tudok többet mondani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Még mielőtt elköszönnék, szeretném felolvasni a résznek a harmadik kommentjét, ami Esztertől érkezett. Eszter azt írta, hogy én nagyon tisztelem a türelmedet, hogy minden egyes dolgot, amit építesz, azt nagyon szépen kidolgozod. Nekem ehhez türelmem nem lenne. És ismét baromi jó lett a rész. Köszönöm szépen, Eszter, jó fej vagy, örülök neki, hogy tetszett az építménynek a kidolgozása, valamint, hogy tetszik az, hogy kidolgoztam, ugye így az építményeket. Na de srácok, akkor elköszönnék tőletek, vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, hogy a tea mindenre jó. Hello, sziasztok! Pápá!